Sziasztok fiúk, lányok, Kubi vagyok, és üdvözlök titeket a fejtágító következő részében, ahol is a Wish, illetve a gyártói telefontokokról fogunk beszélni. Ugyebár a Wishről nagyjából mindenki tudja, hogy olcsón lehet egészen tűrhető kategóriájú dolgokat beszerezni. Ilyenek a telefontokok is, nagyjából ugyanazokat be lehet szerezni, mint amit itthon egy bármilyen telefonos üzletben, viszont nagyjából negyed annyi áron, annak árán, hogy 1-2-3 hét mire megérkezik, de bizony valószínűleg sok-sok-sok hazai telefonos üzlet is innen rendelget. Itt most nem is az ilyen jellegű dolgokról fogunk beszélni, hanem olyasmiről, amit mondjuk a gyártó kitalált, például egy Samsung, kitalált egyfajta telefontokot, és ők ezt szeretnék lemásolni. Ez a tok például szintén Wishről érkezett. Állítólag a Samsung S9 Plus-hoz tartozó ClearU telefontokat másolták le vele. Hát az a nagybüdös helyzet, hogy nem volt drága, tehát nyilván 1500-2003, max 3000 forint volt, mondjuk, nem tudom már pontosan. Nagyjából 3 hónapot üzemelt a telefonom. Hogy megérte-e? Nem igazán. A 3 hónap alatt láthatóan szerzett azért sérüléseket, és például ezt a kis részt, ami le van törve az aljáról, ezt nemes egyszerűséggel az okozta, hogy zsebben hordtam. Semmi más. Nem esett le erre a részére legalábbis, és abszolút érthetetlen, teljesen elfáradt ez a műanyag, mert ez egy sima műanyag borítás. Viszont becsületére legyen mondva, hogy egyszer megvédte a készüléket, itt el is pattantak a kis fülei, de egyszer sikerült neki a telefon megoldnia, tehát ezt a feladatot legalább ellátta. Ami viszont ezzel a tokkal problémás. Ez a műanyag egy picikét szemcsés, nagyon picikét, és a videó nem biztos, hogy ezt vissza fogja adni, de azért megpróbálom úgy megforgatni, hogy hát ha sikerül látni. Ez a felület zsebben hordásra, mivel ez egy kicsikét így mocorog, ilyen hajszálkarcokat eredményezett a kijelzőn. Na most, aki tokot vesz, az nem azért veszi a tokot, hogy az összekarcolja. Akár hogyha van rajta üvegfólia, akár ha nincs. Rendes, hogyha egy tokot veszek a telefonomra, ami mind a két felét befedi, akkor nem akarok még üvegfóliával is szenvedni. Egyébként is, nem tudom, 33-10-es előtti telefonokon nőttem fel, azoknál még üvegfólia se kellett, mert igazániból csináltál vele bármit, baseballozhattál is vele, és nem volt semmi baja. Na de mindegy, ez már egy ugye más történet. Szóval az anyag használat az, ugye, hagy kívánni valót maga után. Egyébként illett a telefonra, de mivel nem tudtam azt, hogy milyen az eredeti Samsungé, így nem volt összehasonlítási alapom. Amikkel a Samsungék hirdetik, hogy egyébként lezárt toknál is lehet kezelni a telefon. Tehát mondjuk hívnak, megsimogatod, fel tudod venni, átlátszik, ez nem látszik át, láthatod az órát és a többi. Tehát, hogy összecsukva is használható, vannak pozitív dolgai. Ennek nincs, ez semmi. Tehát ez pontosan annyit ér, amennyiért adják, sőt még annyit se, mert igazság szerint ez arra jó, hogy megvedd addig, amíg melegíted a helyet a tényleges gyártóinak. Ennyi, ez semmi, tehát ez mehet is a kukába. Amikor ezt meguntam, akkor inkább rendeltem egy eredeti Samsungos tokot, ami meglepő módon tudja is azt, amivel hirdetik. Tok ki tud nyílni, ez nem pontosan ugyanaz, mint amiről lemásolták. Ez egy másik jellegű tok, ez nekem jobban tetszett, miután így utána néztem. Alapvetően ez is ilyen kibennyitogatós, és a többi, hogyha kinyitjuk, akkor ugye egyből érzékeli a telefon, és már megpróbálja feloldani magát. És ami jó pofa, hogy van benne egy LED kis kijelző. Talán látszik, látszik, tök jó. Hogyha hívnak, akkor ez jelez, hozzá tudunk adni extra dolgokat, amiket mutasson, tehát hogyha mondjuk Messengeren érkezik egy üzenetem, akkor látom egy kis fejecskével, hogy bizony most az jelez és az rezget. Tehát, és ezek beállíthatók, testre szabhatók.
anyag használatban már érzésre, tehát már érintésre érződik, hogy ez azért nem az a vacak műanyag, ami kárt fog tenni, ráadásul a belső része az nagyon finom. Tehát egészen finom kis, nem tudom milyen anyag ez, valami szövetszerű dolog, de lényeg az, hogy tök jól tisztán tartja a kijelzőt alapvetően. Hát most már összetaperoltam, de így értitek. Szóval az anyaghasználaton is érződik, hogy ez bizony nem egy két filléres. Nem is két filléres, mert nagyjából 10-15 ezer forint, viszont már ez is 3 hónapja rajta van. Ugyanannyi ideje, mint amióta a másik már össze-vissza tört. Ennek még ránézésre semmi baja nincs. Pedig ugyanúgy hordom, azt nem mondom, hogy ugyanúgy leejtem, mert ezt még nem ejtettem le, ezt azért aláírom, de hogyha esetleg egyszer leesik, akkor ebből nem nézem ki azt, hogy el fog pattogni ez a felső kis része, ha csak nem egy kilátónak a tetejéről fogom lepattintani. Szóval, összegezzük a dolgokat, ha valamilyen másolat tokról van szó, akkor lehetőleg ne vegyük meg. Az olyan jellegű tokok, amik ugye mintásak, csak a körbe veszi a telefont, tehát ilyen szilikontok és a többi, azok még akár jók is lehetnek, bár ha megtalálom, akkor mutatok egyet, ami nem vált be. Ez volt talán az első, nem is tudom mennyire látszik azért, ez volt talán az első, amit ehhez vettem, és ugye S9 Plus-hoz adták, és a többi. Nem volt egy nagy cucc, per 100 forint volt talán, szerintem nem volt egy ezres. A lényeg az, hogy ezt miután ráhúztam, ez nem volt túlzottan passzentos. Ráment, de úgy lötyögött benne a telefon. Volt olyan, hogy kivettem, és hogy fogtam, így elkezdett kiesni belőle a készülék. Tehát még ez sem feltétlen éri meg. Ha már hajlandóak vagyunk egy készülékre kiadni, nagy összeget, mert azért mondjuk ez is, amikor megvettem, egy nagyobb összeg volt, bár még mindig fizetem, akkor ne sajnáljuk rá azt a 10-15 ezer forint pluszt, hogy megvédjük. Mert akár, hogyha egy ilyen ehhez hasonló, elég masszív tok van rajta, akkor nagyobb dolgok ellen is meg tudja védeni, amiket, hát hogy mondjam, nem feltétlen kéne akkor javítani. Például. Mert volt ismerősöm, akinek bantam, vegyünk tokot, rendeljünk tokot, vegyünk tokot, nem. Ezt addig halogatta, hogy leesett, és gyönyörűen ketté törte a kijelző. Szerintem mindenkinek van hasonló ismerőse. Ezt akár egy ilyen tok is meg tudja előzni. De ennyi volt a mai fejtágító. Remélem, hogy tetszett és hasznosnak találtátok. A következő részben megnézzük, hogy a Razer mennyire tud Bluetooth-os füles gyártani. Mivel azt már tudjuk, hogy perifériákban egészen jól otthon vannak, és azt már kitapasztalták, kíváncsi voltam, hogy ez mit tud. Főleg egy olyan világban, ahol minden második, harmadik, negyedik ember így a városban az Apple-nek a kis bizgentyűjével rohangál. És hát sok ilyet látok is, hogy azokat bizony veszítik is el. Tehát akár tetszik, akár nem. Picikék. Egyszerűen nem tudom. Na mindegy, majd átnézzük a következő részben, hogy ez mit tud. Most már egy ideje nyúzom, tehát most már van tapasztalat vele kapcsolatban. Szóval egy kis Bluetooth-os füles teszt következik majd a következő részben. De köszönöm szépen a figyelmet, Kubi voltam, szervusztok!